Megszüntetnek 200 ezer betöltetlen közalkalmazotti állást, ebben állapodtak meg koalíciós források szerint a tegnapi tárgyaláson. Az adóintézkedés csomagról azonban még nem született végleges döntés. Hivatalos források szerint a Viktória palotában tartott hétfői koalíciós tárgyalásokon a kormánypártok vezetői megállapodtak a mintegy 200 ezer betöltetlen közalkalmazotti állás megszüntetésében. Az intézkedést már Csecsolákó miniszterelnök javasolta. Liberális források szerint a koalíció rábólintott a Nemzeti Liberális Párt elnökének, Nikolaj Csukanek arra a javaslatára, hogy csökkentsék a minisztériumok kiadásait. A költséglefaragások módozatairól szakértők bevonásával rövid időn belül döntenek. Szintén liberális források szerint a koalíciós tárgyalásokon a liberálisok javaslatára egyesség született arról is, hogy szigorítsák az adócsalás elleni fellépést és növeljék az adóbehajtás hatékonyságát. A kétórás tárgyaláson nem sikerült dönteni azon adóintézkedés csomag végleges változatáról, amellyel a kormány csökkenteni a deficitet és növelni a költségvetési bevételeket.